Az Átlátszó szerkesztősége Debrecenben járt. Az új akkumulátorgyárral kapcsolatos véleményekre voltunk kíváncsiak. Helyi lakosokkal, civil szervezettel, földjüktől megfosztott gazdákkal beszélgettünk. Interjúink, valamint a január 9-i katasztrófavédelmi közmeghallgatás tapasztalataiból arra következtethetünk, hogy az akkumulátorgyár odatelepítése komoly politikai következményeket okozhat a városvezetésének. Annál is inkább, mert az eljárás során a Cívis város lakosait nemhogy polgárnak, de szinte még felnőttnek sem tekintették. A jármű akkumulátorok cellákból, illetve a cellákból felépülő modulokból állnak. Ezt megtanultuk, hogy vannak cellák, ahová nagyon sokan el kéne, hogy sétáljatok, az bennmarad. Lenne javaslatom, hogy ezt az akkumulátorgyárat hova kellene vinni. Vagy felcsútra kellene, vagy a vár mellé. A debreceniyektől elhangzó erős mondatokkal már máshol is találkoztunk. Az Átlátszó ugyanis közvetített Győrszentiváról, Fótról, Mikepércsről és Gödről is a helyi akkumulátorgyárak elleni tiltakozásokkal kapcsolatban, valamint számos cikket is írtunk a témában. De a Fidesz-KDNP fővárosának számító Debrecenből különös hallani ezeket a hangos tiltakozó hangokat. Főképp, ha hozzátesszük, hogy dr. Pap László polgármester elsődleges célja a bizalomépítés. A polgármester úr is mondta, hogy bizalmat kell építeni, ez teljesen így van, csak hogyha bizalmat kell építeni, akkor vajon miért nem lehet megkérdezni az embereket? És ezt most meg is szeretném kérdezni, hogy egyébként tervezik-e azt, hogy akár népszavazás, vagy közvéleménykutatás, legalább közvéleménykutatás formájában megkérdezni az embereket arra, hogy a gyár. Számos befektetési tárgyalást vittünk az elmúlt időszakban, és nyilvánvalóan megvannak annak a maga okai, hogy egy befektetési tárgyalást miért nem a nyilvánosság előtt folytatunk, hiszen nagyon sok. Azért nem, mert adott esetben akár a VMV-ről beszélünk, akár más beruházóról, nyilvánvalóan sok más város, sok más ország igyekszik ezeket a befektetési lehetőségeket megszerezni, és ezért nem. A lényeg az az, hogy ennek a gyárnak az engedélyezési eljárás alapján olyan paraméterei vannak, amelyek nem jelenthetnek környezetszennyezést a város életére. Erre tekintettel a város vezetés nem indít népszavazási eljárást ebben a ügyben. Hogy lehet az, hogy mondjuk a kormány vagy Budapesten hamarabb döntenek ebben a kérdésben, mint mondjuk a debreceni törvényhozókat, a debreceni döntéshozókat megkérdeznék? Mindenféle apró cseprő hülyeségekkel népszavazást hirdettek. Ezzel kapcsolatban miért nem hirdettek népszavazást? Debrecenben 25 éve a Fidesz-KDNP van hatalmon, és ebből 16 évig az elszóláséről elhíresült Kósa Lajos volt a polgármester. Az MTA földrajzi bizottsága megvizsgálta azt a kérdést, hogy Brüsszelt megállítottuk-e, és megállapított, hogy Brüsszel áll. Ráadásul nem csak Brüsszel állt meg, hanem Debrecen is. Politikailag mindenképp. Kósa regnálása után ugyanis 2014-ben a volt alpolgármester, a szintén fideszes dr. Pap László vette át a polgármesteri pozíciót. Akit 59 éves korában nem más, mint maga Orbán Viktor köszöntött fel különös szeretettel. Na Isten értesen, László! Nagyon szépen köszönöm, nagyon meglettél. A polgármester megszolgálta a miniszterelnök szeretetét, és ők együtt komoly beruházásokról döntöttek. Magyarország kormánya úgy tekint Debrecenre, mint egy sikertörténetre, egy sikeres Magyarország zászlós hajójára, és hogy a siker megmaradjon, az nem csak a debreceniek, nem csak a debreceni városvezetés, hanem a fölfogásunk szerint a magyar kormány kötelessége és feladata is. A miniszterelnök és a polgármester közötti bizniszszel volt egy kis bibi. A helyieket ugyanis teljesen kihagyták belőle. Hivatalosan semmiféle fajta információt nem kaptam. Semmit, nem is hallottam még róla. Amit hiányoltam az egészből, az az volt ugye, hogy semmiféle felmérés nem volt, hogy ez itt Debrecennek ez jó-e vagy sem. Ez szerint ennek a beruházásnak a kitalálása, megtervezése és a az elvileges megvalósítása a demokratikus alapelvek és értékek mentén valósult meg, avagy sem, ez egy eldöntendő kérdés, igen vagy nem. Tekintettel arra, hogy ha az engedélyek megszületnek, akkor valamennyi jogszabálynak megfelelően. Debrecenben a Civil Fórum volt az egyedül olyan egyesület, aki kiment az utcára, és 4 heten keresztül Debrecen forgalmas területein megkérdezte a debrecenieket, hogy mi a véleményük. Igen, nemmel el lehetett dönteni, és ugye mi azt kérdeztük, hogy szeretnék a debreceniek, ha itt megvalósulna ez a gyár. Több mint 72%-a azt mondta, hogy nem szeretnék. Tehát nagyon nagy volt az elutasítás. Én nem tartom jó ötletnek idehozni egy akkumulátorgyárat. Vízkészletünk az eléggé hiányos, így is, úgy is, úgyhogy annyira nem jó ötlet, nem jó gondolat ez az egész szerintem. Én a földet sajnálom, ezt a jó földet, mert itt nagyon jó termőföld van. Én azt gondolom, hogy érzik azt a helyi politikusok is, hogy valamilyen központi döntést úgy kell végrehajtaniuk, hogy nincs mögöttük az a népakarat, amire szükség lenne. Ez minden esetben, ahogy Gödön is, meg ahogy a többi helyen is, Győrszentiványon is, ugye a demokrácia próbája lesz. Mivel a demokráciában a köztisztviselők elszámolással tartoznak a nép felé, akik jelenleg mi vagyunk, a város is mi vagyunk, nem az épületek, nem az ipari parkok, hanem Debrecen város, az emberek, az itt lakók, tehát mi vagyunk a város, tehát a mi érdekeinket tartja, és minden bizonnyal, minden fölött szem előtt. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mik voltak azok az okok vagy érdekek, amik miatt a demokratikus eljárás teljesen az útszélre került, mi volt az, amiért mindezt át lehet hágni, mik ezek az érdekek, ezek az okok, mi áll a háttérben?